A budapesti alvilág kedvenc helyén adott exkluzív partit Magyar Péter, erről ír a Metropol. A lap úgy fogalmaz, információik szerint a budapesti alvilághoz köthető luxus szórakozó helyen tartottak tiszás bulit, és csak azokat engedték be, akik előre regisztráltak. A Metropol szerint a vendégeknek exkluzív és speciális szolgáltatásokkal készültek. Lesz privát tiszás buli? Lesz, augusztus másodikán lesz az első, ott Komisza. tudunk találkozni a Logban, Budán. Szeretnétek jönni, így reklámozta a TikTokon egy női hangon feltett kérdésre válaszul Magyar Péter a Tiszapárt partiját, amit pénteken tartottak egy budai szórakozó helyen, a Lokban. Az exkluzív és speciális szolgáltatásokat nyújtó klubba csak azok léphettek be, akik előzetesen regisztráltak és megfizették a borsos támogatói díjat, számolt be róla a Metropol. A lapinformációi szerint az alvilághoz köthető szórakozó hely évek óta híres és hírhet a Pesti éjszakában. Nem tudod leadni. Korábbi tulajdonosa Vizovicki László vállalkozó volt, akit 7 és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság 2020-ban rendőrök megvesztegetése és költségvetési csalás miatt. A Lok nevű bár ezután került a Pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov család tagjaihoz. Közülük Uszikov Alex, aki ma is börtönben ül, maffia körökben mozgott és turek néven vált ismerté, de miután feleségül vette a lok egyik tulajdonosát, nevet váltott, és ő is Uszikov lett. A róla szóló bűnügyi hírek szerint 2022. januárjában egy budai ház teraszában betonba rejtett géppisztolyokat, kézifegyvereket, hangtompítókat, maszkokat, golyóálló mellényeket és kézigránatokat foglaltak le a rendőrök. Tureket korábban azért fogták el, mert a rendőrség szerint ő, ő lette meg egykori barátját az 1999-ben Budapesten kivégzett Döher Györgyöt, vagy ahogy az alvilágban hívták, a csontkezőt. A szlovák rendőrök gyanúja szerint Tureknek a Duna-Szerda helyi mészárláshoz is köze lehetett. Az ugyancsak 1999-ben elkövetett bűncselekményt a Fontana nevű étteremben hajtották végre, ahol három símaszkot viselő gépfegyveres tíz embert ölt meg, köztük a helyi klán vezérének tartott Pápai Tibort. Magyar Péter ennek a családnak az exkluzív klubjába, a Budai Tölgyfa utcába szervezte meg a legújabb Tisza partit, ahol a pártelnök maga is beállt a DJ pult mögé és mikrofont ragadott. A LOK tulajdonosai annyira megtisztelve érezték magukat Magyar Péter mostani megjelenésétől, hogy egy rövid ideig még a klub nyilvános holnapjára is kitették a Tisza partit, írja a Metropol. Bár a klub honlapján a felhívás később elérhetetlenné vált, a portál lementette a fergeteges bulira szóló információkat, és azt is megtudta. Magyar Péter pénzgyűjtő akciónak is szánta a rendezvényt, ahová 10.000 forintos VIP egy megvásárlásával lehetett bejutni. Ennek egyik szolgáltatása a szeparált szobák használata lány és legény búcsúk alkalmával bérelt ki privát szobáink egyikét, vagy akár mindkettőt, és szórakozza buli közben, bizalmas körülmények között úgy, hogy azért majd az esküvőn a násznép szemébe tud nézni. Olvasható az idevágó promócióban. A Tisza partit végül a lok egy olyan képpel örökítette meg, ahol egy nő koktélruhában önmagát fotózva pózol a klub egyik mosdójában.